Az eredménye meg vagyok elégedve, a játék minősége nem egészen. Szerintem az első fél időben jó futballoztunk, tudtunk előnyt szerezni, mondjuk úgy kényelmes előnyt ahhoz, hogy amit beszéltünk fél időben, tudjunk a második fél időben még növelni, és még jobb játékkal, még több góllal szerettem volna zárni ezt az utolsó mérkőzést. De az ellenfél beleszólt ebbe az egészbe, és volt egy kis időszak, amikor nem tetszett, hogyan játszottunk második fél időben, viszont szeretném megadni azt is, hogy a csapatunk kapott gól után több helyzetet megint próbált kidolgozni, nem 100%-os helyzetek voltak, de sikerült gólt is rúgnunk, és ez egy kicsit szerintem meg is hűlt a lendület az ellenfél csapatnak, szereztünk győzelmet, tudjunk, hogy még sok munka van előttünk az alapozáskor, és mindenki szeretne, hogy tavasszal még jobbak, még erősebbek legyünk. Köszönöm szépen, és várjuk a kérdéseiteket. Én azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan játékelem, amin télen mindenféleképpen szeretnél javítani. Ugye azt attól függetlenül, hogy nyilván lehet fejlődni védekezésben és támadójátékban is mindig, de van-e olyan aspektus a játékunknak, ami prioritást fog élvezni annak a fejlesztése? Hát természetesen, ha úgy veszem, maximalista vagyok, és soha nem vagyok megelégedve bármilyen teljesítménye, de ezt úgy kell érteni, az egy mindig folyamatos dolog. Mindig van hova fejlődni, mindig van mit javítani, mindig van hol még jobb lenni. Szóval én szeretném, hogy ezt, amit elmondtam, hogy még jobbak, még erősebbek legyünk, még kevesebb esélyt adjunk az ellenfélnek, főleg otthoni pályán, de ugyanezt elvárom a csapat az idegenbeli mérkőzéseken, és természetesen itt sokat kell fejlődnünk. Megmondom őszintén, a múltkori mérkőzésre kikaptunk, de jobban voltam megelégedve a játék minőséggel, mint például a mai másik fél időrészekben, ahol teljesen nem tetszett, hogy átadtunk ezt egy kis a labdát, az irányítást, és ezt nem szeretném látni többé. Szeretném, hogyha nálunk legyen a labda, mi tudjunk dominálni, mi tudjunk helyzeteket dolgozni ki, és több volt tudjunk szerezni. Azt lehet már tudni, hogy van olyan játékosunk, aki biztosan távozik a télen? Akár nevek nélkül is, de hogy tudunk esetleg már ilyenek? Per pillanat 100%-osan nincs olyan játékos, aki télen meg el fog menni. Nyilván mi dolgoztunk már előtte is, szóval próbálunk ilyen úgy felépíteni a csapatot, hogy proaktívak legyünk, hogy keressünk, ne a reaktívak, aki lesz. Szóval ebbe irányba szerintem nagyon jó haladunk a vezetőséggel. Voltak már tárgyalások, most a befejezésnél járunk. Remélem, hogy már lehet a következő héten be is tudjunk ezt lezárni és be is mutatni. Szóval szerintem elég érdekesek transferek lehetnének. És hát ilyenkor természetesen, ha bejövő játékosok lesznek, akkor nyilván azok a játékosok, akik kevesebb időt kaptak, vagy akik kevesebbet játszottak, nyilván jobb lesz, hogyha fognak találni maguknak olyan csapatot, ahol többet tudnak játszani, ahol többet tudnak futballozni. Azt el lehet esetleg mondani, hogy akikkel tárgyalunk, ők milyen csapatrészekben tudnának szerepelni? Hát pont ott, ahol szeretném, hogy még erősebbek legyünk, hogy még jobbak legyünk. Szóval, de igazából egy kicsit megnyitatom azt, hogy sokat nem szeretnék, lesz pár játékos, de én mindig arra megyek, hogy inkább minőség, mint mennyiség. És abból elindulva, hogy hallottok, hogy mit mondok mindig, nekünk kell az erősítés, ez nyilván előre vonatkozik. Én még erősebb akarok lenni, még agresszívabb akarok lenni, és természetesen elsősorban oda szeretnénk. Bár lesz még egy érdekes, ha összejön, szerintem szeretni fogják a szurkolók és a magyar közönség is, és gondolom ez tényleg egy jó dolog lehet majd. Ez jól hangzik, köszönöm szépen!
Hát őszintén megmondom, hogy nincs panasz szerintem, vagy nincs ok panaszra, mert ugye elmondtunk, elég nehéz időből szakba jöttem a stábba itt, és elég nehéz, sok munkát raktunk bele az egészbe, szerintem meg is volt ennek az eredménye. Nyilván ha azt mondom most, hogy valahol jobbak lehetünk volna, természetesen ugyanígy visszafelé lehet azt mondani, hogy valahol utolsó pillanatban húztunk ki a mérkőzéseket. Szóval ez egy ilyen dolog, hogy nem szeretnék én panaszkodni, én csak azt szeretném, hogy még jobbak, még magabiztosabbak tudjunk lenni. Jó, hogy ez így történt. Én szerintem a szurkolók nagy örömmel várják a tavaszi folytatást. Van egy kis előnyünk, de természetesen mi erre nem figyelünk, mert nagyon sok még mérkőzés van hátra. Inkább arra menjünk, hogy a játék minőség, a játék legyen jobb, mert mondom, én többet szeretném. Tudom is, hogy több van ebbe a csapatba, ebbe a játékosokba, és többet ki akarom hozni belőlük, és erre fogunk nagyon dolgozni. Köszönöm szépen, valami kérdés? Én pedig a mai mérkőzésről kérdeznélek. Már másodszor fordult az elő, hogy a középpálya közepén váltani kellett, legutóbb Győrben ott egy nappal korábban kellett váltani, amikor Cseke Benyámin megbetegedett, most pedig közvetlenül a mérkőzés előtt kellett váltani, de a csapatjátéken ez nem nagyon látszódott. Lehet erre készülni, hogy mindenki csereszabatos legyen? Hát mi így dolgozunk, és így építünk föl a munkát, hogy mindenki tudjon 100%-osan az, hogy ha be kell állni ebbe a pozícióba, hogy mit várok el, hogy is mit kell csinálni. Természetesen ez még attól is függ, hogy milyen minőségű játékos és milyen charakterisztikával rendelkezik. Ez is befolyásolja a játékot. De nagyon örülök annak, hogy most per pillanat mondjuk minden pozíciót, ahogy láttunk, ahogy felépítettünk, szinte két játékosunk van minden pozícióra, és ahogy jól el is mondta, hogyha valaki sajnos kiesik, betegség, sérülés miatt, másik be tud állni és pótolni. Hogy annyira jó, mint szeretném, vagy nem, ez mindig mondom, a játékostól is sok függ. De a játék elvekbe, a játék stílusban, mint szeretnénk látni, nem nagyon befolyása, hogy jól látta is. És ez az első fél idő szerintem nagyon jó is megmutatta, hogy tényleg csináltunk, mentünk, az ellenfélnek nem adtunk semmi lehetőséget. Másik fél időben egy kicsit ez kicsúszott, és ezért voltam is ideges a pályaszélen. De örök, hogy a srácok megint visszavették abba a sebességre, ami kellett. Szereztünk gólt, több pillanatból még jobban tudtunk volna passzolni a végén, még jobban kihasználni a helyzetet, hogy még nagyobbra tudjunk növelni ezt a mérkőzést. Véget ért most az év. Ha lehetne, akkor húztad volna még, hiszen a Diós Győr úgy látszik elkapott valamit, Lukács most már sorra rúgja a gólokat, Bertus Lajos adott két gólpasszt ma, ők biztos azt mondanák, hogy szeretnének játszani még. Én mindig szeretek játszani. Én nem mindig azt mondom, hogy jobb játszani, mint edzeni, mint játékos, mint edző, ugyanígy. Megmondom őszintén, elég kemény volt ez a három hónap, abból szempontból, hogy nagyon sok újdonság jött a játékosoknak is. Szerintem ráfér most egy kis pihenés, és hagyjunk is őket ezt az első hetet teljesen, hogy tudjanak kikapcsolni, tudjanak többet lenni, családok egy kicsit váltani a szituáción. De utána viszont ők is tudják, hogy a karácsony után már megvan mindenkinek a program, már követni fogjunk, hogyan fognak dolgozni, mit fognak csinálni. Azért, mert január 2-án már jövünk ki, és hiába lesznek ki tesztek első két napon, az, aki nem csinál a tesztet, az már edzeni fog. És ott már megint beleszállunk kemény munkába, de a pénzén is szerintem ráfér a srácokra, és meg is érdemeltek ezzel az eredménnyel, sok győzelemmel. Most igazából két bajnokságban két vereséget, döntetlen annyi mérkőzésen, ez nagyon jó erőfeszítés, sok erőfeszítés és kemény munkát maga mögül hagyta.